A szeptember 27-28-ai hétvége a szüreti vigalomé volt a 800 éves Galga Hévízen. A szüreti napok eseménysorozata előestéjén, szombaton ünnepélyesen átadták a II. Rákóczi Ferenc emlékparkban felújított játszóteret, majd a kiskunfélegyházi vendégek szolgáltak kulturális műsorral. Ugye láthatják, hogy ma már nem azokon a játékokon játszunk, mint mi valamikor, idősebb korosztály. Nekünk még a népi játékok voltak, az árokparti zenék, az árokparti focik, de hát változik a világ és változik minden egyéb. Az is öröm számunkra, hogy olyan beruházásokat tudunk végezni, amik valószínű, hogy értékálló, közösségteremtő és nem költségtermelő beruházások. Ezt a beruházást is közbeszerzésen az Axiál Kft. Nyerte. Én úgy gondolom, hogy nagyon szép munkát végzett. Nagyon nagy öröm számomra, hogy együtt tudunk dolgozni a civil társadalmi szervezetekkel, és a játszótér pályázati anyagát a II. Rákóczi Ferenc nyugdíjas klub adta be, hogy így 100%-os és vissza nem térítendő támogatásként tudjuk ezt kezelni. Nyilvánvalóan ezt az összeget mi meg fogjuk kapni. Után finanszírozott a pályázat, és ki is egészítettük még azokkal a feltétlenül fontos dolgokkal, amik a pályázatban nem fértek bele. A polgármester megköszönte a II. Rákóczi Ferenc nyugdíjas egyesület volt elnökének Botos Alajosnak és jelenlegi elnökének Rostás Lászlónak a pályázati közreműködést, majd az óvodások műsora következett. Mit játszunk, fiúk, azt játszunk, fiúk, bricket, brackot, hat barackot, csücsüljünk le, fiúk. Mit játszunk, lányok, azt játszunk, lányok, bricket, brackot, hat barackot, csücsüljünk le, lányok. Az ünnepség után került sor a Tiszta udvar rendesház pályázat értékelésére, az eredményhirdetésre, az oklevelek, plakettek, ajándékutalványok átadására. A díjakat a polgármestertől vehették át a felhívással jelentkezők. Elismerésben részesült Bibókné Száraz Ilona, Farkas Pálné és ifjabb Deme György, nagy plakettet kapott Hubert József, idősebb Deme György, illetve Darnyik Antalné. A késő esti órákban az Itthon vagy Magyarország szeretlek elnevezésű országos rendezvény helyi programjára Szent Mihály napi tűzgyújtásra gyülekeztek a Götz téren. Másnap, szeptember 28-án vasárnap délelőtt volt a szüreti menet. A művelődési ház elé érkeztek a népviseletbe öltözött táncegyüttesek, és délben 6 település, Bag mellett Kiskunfélegyháza, Boldog, Hévízgyörg, Galga Hévíz, Tura részvételével indult el a nagyszabású, vidám felvonulás. We'll be right back.
kicsik és nagyok, közel 300-an saját településüket képviselve hagyományos népviseletükbe öltözött gyerekek, nők és férfiak ropták a táncot. Több helyen megálltak, ahol a helyiek házi süteménnyel, gyümölccsel, egyéb finomságokkal, italokkal kínálták őket. Köszönre tehetetik! Szívünk vidámítására Isten a bort adta, amint a Zsoltárban Szent Dávid mondotta. De azért jó gazdánk hordóját kifúrta, teleköcsök barát idehozatta. Tessék ebből vígan idogálni, majd a magyar táncot könnyen fogják járni. A tánc és a jó bor legyen épségére, kedves mindnyájunknak friss egészségére! Néptánc együttesek, betyárok, huszárok, lovaskocsikon vonultak fel a településen, elől a hinton jelmezekbe öltözött bíró és bíróné. A megállóhelyeken kisebb műsorral kedveskedtek a néptáncosok a nézőknek. Korábbiakhoz hasonlóan nem csak a golgahévíziek örülhettek a színes forgatagnak, hiszen a felvonulók az idén is átlátogattak Hévízgyörkre, majd az újonnan átadott Götz térre tértek vissza a csoportok. A Galgapatak jobb partján, a Gödöllői dombság szomszédságában elterülő 2500 lelkes község apraja nagyja jelen volt a szüreti vigasságon, mely Galgahévízen mindig az egyik legnagyobb ünnepség, és a galgamenti településekről a legtöbb látogatót vonzó őszi esemény.